Sziasztok, Felán vagyok, és ezúttal az E25-öst fogjuk megnézni, a németek 7-es prémium TD-jét, egy olyan tankot, amit sokan a játék egyik legszórakoztatóbb kis gépének tartanak, és hát azt hiszem, hogy ezután a meccs után látni fogjuk, hogy mi az oka ennek, tehát van némi alapja a dolognak. Ráadásul azt hiszem, nem veszek egyedül azzal a gondolattal, hogy hú, de jó lenne egy ilyen tank. De tényleg, néha elképesztő jól lehetne vele trollkodni, amit itt most Krenya C, azt hiszem, hogy csak Krenyának fogom hívni, remélem nem rontom el nagyon. Tehát Krenya fog megtenni nekünk egy 7-es meccsben Muravankán, és ez azt jelenti, hogy nagyon jó pozíció lesz az E25-össel, mert azt hiszem, hogy ez a tank csak 8-as tankokat láthat, tehát 9-esekkel nem kerül szembe, viszont itt most csak 7-esek vannak, és ráadásul egy csomó 6-os is, tehát szinte ideális célpontok, ugyanis ennek a tanknak az ágyúja nem valami jó átütéssel rendelkezik, 150-es csak az átütése, azt hiszem, ez a Stuk 3 ágyúja nagyjából, csak kicsit feljavítva, és az átütés mellett a sebzés sem olyan fantasztikus, 135-ös, viszont elképesztő gyorsan lő, és nagyon-nagyon precízen, pontosan. Na most épp ezért, mert hogy ennyire rossz az átütés, ezért nagyon sokan rengeteg prémiumot is használnak benne, sokszor teljes prémiummal lőnek, itt most Krenya nagyjából fele-fele arányban használ prémiumot és normál lőszert, ez egyébként az E25-ösnél teljesen átlagos, és azt hiszem, hogy a prémiumnak sem annyira irtozatos nagy az átütése, csak 194-es egyébként. Na most az E25-ösre még azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon jó a kamója, és mivel Premium TD, ezért ő nem veszti el ezt a kamó bónuszt akkor sem, hogyha tüzel. Ugyanis nemrégiben a normál TD-k elvesztettek némi bónuszt ilyenkor, tehát most sokkal könnyebb őket felfedezni, miután lőttek, de a Premium TD-k, tehát mint mondjuk az E25 vagy az SU 122-44, meg ilyenek, ezek nem vesztették el ezt a bónuszt, úgyhogy ők némi előnnyel indulnak most jelenleg. És ezt majd látni is fogjuk, ezt Krenya nagyon jól kihasználja itt. Plusz, hogyha láttátok a Tank Akadémiás videómat, akkor ne felejtsétek el, hogy hogy működnek a bokrok. Tehát, hogyha hátra megyünk eléggé ahhoz, hogy a bokor már ne legyen átlátszó, akkor nem veszítjük el a bónuszunkat, hogyha lövünk. Tehát nem látszik, illetve nem válik átlátszóvá a bokor. És ezt is nagyon-nagyon jól fogja kihasználni Krenya, azt szerintem ezért is érdemes mindenképp megnézni ezt a visszajátszást, meg különben is nagyon izgalmas lesz. Úgyhogy lássuk is, mi történik. Egyébként tényleg, tehát ha szeretnétek játszani így a kamó rendszerrel a játékban, akkor itt most Krenya nagyon jó példát fog nekünk mutatni arra, hogy kell ezt használni. De először is bemegyünk szépen a mágikus erdőbe, mert hogyha az ember itt jelenik meg mellette, akkor miért is ne menjen be egy TD-vel? Mert ez egy ideális pozíció tud lenni, és nagyon agresszíven kapásból előre rohanunk, még mielőtt bárki más ide jöhetne. Már is látunk egy T-34-es, szerintem csak jön velünk egy Type 64, aki szintén nagyon kis scout tank. És mindjárt láthatjuk a félelmetes tűzsebességet. Kap egyet a T-34-es, kettőt, sajnos csak a lánca volt, kettő, így, ez is átment, és sajnos eltűnt, és ezzel most nem találtuk el. Oké, majdnem megvolt a T-34-es, még Krenya odalő egyet, de ez már nem talált. Ott az ellenfél E25-ös egyébként, nekik is van egy elég jó játékosuk, szintén egy E25-ösben, úgyhogy rá mindenképp érdemes lesz majd figyelni. És van két nagy árti mindkét oldalon is. Ez is elég problémás lehet. Aha, megtaláltuk a T-34-est, és lássuk, sikerül-e befejezni. Így van, egy lövéssel befejezte Krenya. Jagdpanzer 4-es látunk, egy T-29 is érkezik, és a Type 64-es szépen felfedezi a dolgokat. A sebességét használja ki, nem pedig a kamóját arra, hogy megugorjon onnan. Na most, és most jön az a rész, amit mindenképp érdemes figyelni, milyen ügyesen csinálja ezt a bokros dolgot Krenya. Előre megy, nézzétek csak azt a bokrotot előtte, annyira megy előre, hogy átlátszóvá vált a bokor, most kilát. Megvárja, még bekapcsol a periszkópja, és körülnéz. Meglátja a T-22-es, de nem kezdett üzelni, hanem hátra megy. A bokor most már nem átlátszó, csak a tank körvonalát látjuk, és így nem veszítjük el a kamunkat, amikor tüzelünk. A bokor továbbra is takar bennünket. Hoppá, megint előre mentünk, megnéztük a jákpáncélét, nem lőttünk, hátra megy. És most megint úgy tud tüzelni, hogy nem fedezik fel közben. Ez is alattomosabb, mint egy E25-ös, ami a semmiből lő rátok folyamatosan, és egyszerűen nem lehet előle elmenekülni, mert állandóan leszedi a láncotokat. Nagyon kellemetlen, végeztek már ki engem is így, hogy kimentem egy ház mögül, kitettem a láncomat, az E25-ös van a semmiből telibe, és utána folyamatosan a lánc, első lánckéréken keresztül megölt. Közben 3-5 az állás, ez a T-29-es elég veszélyes lehet közelharcba ránk nézve, és a másik oldalon teljesen át fognak menni, ez már elég egyértelmű. Már csak egy AMX meg egy Jagdpanzer 4-es tartja őket. Azt nem tudom, hogy ez a VK mit csinál ott a sarokban. A 30-01P, valószínűleg AFK egyébként. Ups! Kicsit összeütköztünk a Type 64-essel, annyi baj legyen. Aha, ott jön az M4-es, lássuk, hogy leszedik előlünk. Ha kijön a házunkra, akkor jó célpont lesz. Az a gond, hogy itt egy csomó ház van, és nagyon nehéz. Hoppá, azt hiszem csak a láncet szedték le, így van, és meghalt. Ez a harmadik kill.
És 5-8 az állás nagyon nem néz ki jól a dolog, viszont jönnek az ellenfelek és megpróbálnak menni a cap pont felé, ott jön az E25-ös is. Uha, másik irányból pedig az AMX 12 tonna támad. És mindenképpen a nagyon jó kamunkra kell hagyatkoznunk, ott a T1. Tényleg az a gond itt, hogy nagyon-nagyon... ez nagyon szép lövés volt. Nagyon sok az épület, és azok között kell tüzelnünk. És dug. Háj, ez egy kicsit mellé ment most. Úgy, tetejére tökéletesen, és meg is volt. Ez az ötödik kill, 810 sebzés eddig. És a házak között sikerül lekapni a T1-est. Ez kicsit így már kezd úgy kiegyenlítődni, de még mindig az ellenfél van elég nagy előnyben. A srácoknak az az előnye megvan, hogy ők a mágikus erdőben vannak, és aki a mágikus erdőben van, az mindig a mágia segíti. Egy rejtőzködő mágia, elsősorban. A Type 64-es megy és csinálja a dolgát, ami ritka egyébként, úgyhogy mindenképpen érdemes megemlíteni. Általában kevés scout csinálja azt, amit csinálni kéne, nem tud scoutolni. 8-9, itt jönnek a nehéz tankok oldalt. Ilyes kapott egy szép nagy dolog a Nashorn-tól. Sajnos nem látjuk a háztól. A másik E25-ös szintén egy ház mögött. Aha, oké. Okay. Tehát kapott egyet, de sajnos megint egy ház mögé fog kerülni. De ezért nagyon kellemetlen helyzet ez, amikor ott áttörnek az ellenfelek. Szerintem ezt lehet, hogy eltaláltuk. Aha, ott megy az ilyes, hogy az oldalát sikerül eltalálni és esetleg felgyújtani. És nem jött össze. Ez az. Na még egyet, hogy oda hátra. Az, az tökéletes, és fel is gyújtotta. Oké. Okay. 6 kill, 1382 sebzés, itt jön az E25-ös. Ezt nagyon jó lenne eltalálni, de Benya megpróbál mindenképpen rejtve maradni. Egy lövés azért kapott tőlünk az E25-ös, és most rámegy az Artira. Teteje látszik, valami van ott, igen, ott van egy roncs előttünk valószínűleg, azért nem látjuk Benya. 9-13 már, csak az M12-es van, és neki sem jósolok túl nagy jövőt. Oké, okay, látjuk az E25-ös, nem látjuk, úgyhogy helyette lőjük a T1-et, aki szépen kiáltol és felrobbantjuk egy lövéssel. Maradt még 5 darab normál lőszer, és 26 darab prémium, meg 2 robbanó. Na, és hát most ez egy elég kellemetlen helyzet, mert az ellenfélnek még mindig van 3 darab tank, egy Chito, egy T29, egy E25-ös, és ezen kívül van 2 darab árt is, és teljesen körbevettek bennünket. Most, hogyha itt elkezd tüzelni Krenya, akkor azonnal észre fogják venni. Itt T29-es, és Chito, hogy ezt figyeljétek, és ettől lesz valaki egyébként szerintem jó játékos, és ez egy abszolút szép manőver. Hogyha nem tud nyerni, akkor nem áll neki harcolni, hanem inkább elmegy, és egy jó pozíciót keres, hogyha szépen fogja magát, és automosan elsettenkedik, amit egy E25-ösen jól csinál. Szép csendben, halkan, senki meg ne hallja, és már ott sem vagyunk. Ők meg ott keresgélnek az erdőben, az avarban, próbálják megtalálni, és alatta most bogarat, de ő már elhúzott onnan. És úgy látom, hogy célja az, hogy a gonosz kis klikkelő kommandósokat megölje, akik valahol ott genyóskodnak a sarokban. Itt van fönt a Panzer, kap egyet. Úgy ott a lyukon keresztül kíváncsi, hogy át lehet előni, szerintem nem egyébként, de mint most átment volna. Hú, egy lövés elment fölöttünk, az egyik megvolt, hátulról lehet találni az E25-ös, de csak a láncot találja el. És hát teljes biztonságban vagyunk, mert a Panzer előtte magát. Így van, épp akartam mondani, akár egy robbanót is betölthetnénk, egy helmet fölötte. Ilyenkor jól jönne egy torony, de az nincs. De csak 45-öt sebzett. Na jó, rendes lőszert neki. És meghalsz. Ez mindig nagy öröm számomra, amikor meglátom, hogy a kis klikkelőket megölik. Ez már 9 kill, 2581 sebzés. És az NFL-nek van egy T29-es, egy E25-es, aki egy nagyon kevés élete van egyébként, és egy Chito. És ha jól emlékszem, akkor itt lesz egy érdekes felajánlás, úgymond a másik E25-ös részéről, hogy megadja a pool medált Krenyácnak, de Krenyác azt mondja, hogy nem, hát játszol rendesen, és ez szerintem nagyon szép húzás. Én sem szeretném ilyenkor valaki odaálljon elő, ki a franc akar úgy egy pool medált, hogy odaadják neki. Én meg akarok küzdeni érte, és úgy látom, ezzel nem vagyok egyedül. Pontosan itt írja most Krenyá, hogy free pool is nothing. Csak akkor ér valamit az egész, hogyha megküzdött érte az ember. Na ezt figyeljétek, éppen keppelnek, legalábbis egyikük mindenképpen, és itt most ismét egy nagyon szép bokor kihasználós manővert fogunk látni. És itt jön Krenya teljesen a pálya szélén, hogy lehetőleg ne lássák meg máshonnan. És megpróbál olyan pozíciót felvenni, ahonnan rálátsz a Chitóra, azt hiszem. Így, előre megyünk, átlátszó a bokor, meglátjuk a Chitót, de nem tüzelünk, hanem hátra megyünk, most már nem átlátszó. És
mi pedig így átlátszóak vagyunk, és nem látnak bennünket, haha. Szegény Csito meg azt se tudja, honnan jön az áldás. Né, eltűnt, előre megyünk, meglátjuk, hátra megyünk, bokor megint átlátszatlan, és ez most mellé ment, mert a srác indult hátrafelé. Szerintem van lőszerünk bőven. És viszlátsz. Na most már tudják, hogy nagyjából hol lehet szerintem. Így van, az E25-ös már jön is, és tüzel, szerencsére azért nem akarta csak úgy odaadni magát. Kapunk egyet, de a következő lövés kiüti az E25-öst, és marad egy darab T29-es krenya ellen. Itt ez egy apró hiba, mert ez történik, hogy az ember gépel. Épp azt írta, hogy köszönjük. És közben neki mentünk a stúgnak. Én már jártam ugye egyébként, ezért nem szoktam játék közben általában gépelni, mert néha egyszer elveszíti az ember a meccset azért, mert most éppen gépelés valami történik, amire nem tud hirtelen reagálni, és akkor aztán bennmarad így a gépelés közben a dolog, és egyszerűen nem tudjuk, hogy mit csinálunk, csak nyomogatjuk a V-t, és nem megy a tank, aztán rájövünk, hogy végig gépeltünk. Kellemetlen. Ó, itt egy T29-es. Oké, semmi gond, a srác mindig nem vette észre. Kapját a hátuljában, vicces lett valahogy, hogy felgyújtjuk, és meglátsz. Na most, sok játékos ilyenkor fogná magát és neki menne a T29-esnek, ami megint csak egy óriási hiba lenne, mert hát az E25 nem éppen a legjobb a közelharcban, abszolút nincs tornya, nem tudja körbeforogni a T29-est a sebessége ellenére, úgyhogy Krenya fogja magát és megint csak elmegy onnan. Ami megint szerintem egy nagyon jó húzás, és ilyenkor sokan azt mondanák, hogy hú, gyáva, meg mit tudom én, nem így kell ezt játszani, de így kell, határozottan így kell ezt játszani. És szépen elhúzunk, időnk van, majd jöjjön a T29-es, ha akar valamit. Ő a nagyfiú. Kemény hetes, nehéz tank lesz, az egyik legjobb nehéz tank a játékban, úgyhogy mutassa meg, mit tud. Úgyhogy Krenya szépen visszamegy a mágikus erdőbe, mert onnan indultunk, az a mi kis hazánk. Vissza is térünk oda. Így szépen beállunk a sarokba, és tudjuk, hogy a T29-es megkerüli a dombot, tehát előbb-utóbb valahova ide fog kiérni, mert hát ő is nyerni akar, úgyhogy valószínűleg majd jönni fog a bázist elfoglalni, ha más nem. 11 kill, 3487 sebzés, és itt jön a T29-es. Megint szépen hátra megyünk, ne lásson meg bennünket, és tüzelünk az oldalába. Igaz, egy kicsiket sebzünk, de nagyon-nagyon hatékonyan csináljuk. És megint előre, akkor átlátszatlan, meglátjuk a T29-est hátra. Szép rutinosan, egy lövés, kettő. És itt most egy kicsit meg voltam lepődve, hogy miért nem tüzelünk, aztán rájöttem, hogy Krenya megint lőn, és közben észrevették, hogy szerencsére nem kapott be egy lövést, és kikészítette a T29-es az utolsó lövéssel. Így összesen 4220 sebzést látok, nem tudom pontosan mennyi lesz, mert a statisztikákból látni fogjátok a végén, és 12 kill sikerült összehozni az E25-össel. Azt hiszem, hogy egy valamit mindenképp láthatunk, az, hogy ez egy elképesztő szórakoztató, nagyon-nagyon genyó kis tank, hogyha valaki szereti a genyó tankokat, én nagyon, akkor ez az. És azt a bizonyos taktikát a bokorral, ezt mindenképp érdemes megjegyezni, szerintem egy csomó tankkal nagyon jól ki lehet használni, értelemszerűen valószínűleg nem a nehéz tankokkal fogjuk ezt csinálni, de mondjuk TD-kkel, közepes tankokkal, egy csomó mindennel, könnyű tankokkal ezt nagyon jól lehet alkalmazni, úgyhogy javaslom, hogy ne felejtsétek el, hogyha harcoltak. Addig is, hogyha tetszett a videó, akkor természetesen lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a Facebook csatornámat, illetve oldalamat, és addig is legközelebbi videóig, sziasztok!